Nekem lenne most egy gondolatom, hogy ha még belefér a szerkesztőuraknak, ez szabad? Ez kevésbé az országos médiának, sokkal inkább a helyi sajtónak, illetve egészen pontosan a szurkolóknak címezném. Ugye mióta nem jöhetnek ki a nézőink a stadion stadionba, az ember egy picikét ilyen burokba kerül, hiszen nem érzékeli azt, hogy milyen hangulat van a csapat körül. Én amúgy, én ráadásul nem olvasom soha semmiféle kommentet, semmiféle hozzászólásokat, engem ez, ez, engem ez nem érdekel. Én sokkal többet tartom a szemtől szembeni kommunikációt, és nem, tudtam azt, nem tudom azt, hogy milyen hangulat van a csapat körül. Ráadásul, amikor a városban járok, engem mindig csak pozitív élmények érnek a szurkolók részéről, ezt innen is köszönöm nekik. Viszont az elmúlt héten volt egy beszélgetésem, egy ilyen kérdezfelelekre hívtak a, az egyik szurkolói oldal képviselői, amikor is ö, két képviselő, a szurkoló képviselője tolmácsolta az adott szurkoló kérdéseit. És ö, ott döbbentem rá, hogy egészen ö, furcsa kérdések is jöttek irányomba. Ezek közül egy néhányat most itt megvitatnék önökkel, egészen pontosan monológ lesz, mert nyilvánvalóan most ö, ez egy picit olyan furcsa helyzet. Volt olyan kérdés az a, az, az a kapcsolatban, hogy többen nem értették azt. Én egy nagyszerű találkozó volt ennek hangulatban, de összességében néha olyan furcsa kérdéseket kaptam. Volt egy olyan kérdés számomra, hogy nem értették sokan azt, hogy a haladás néha vereséget szenved. Többen nehezményezték azt, hogy a haladás nem áll feljutó helyen. És a legfurcsább kérdés az volt számom, hogy többen, ne, többen bíráltak a játékosaim hozzáállását. Most ezzel kapcsolatban szeretnék egy pár gondotot megosztani a tisztelt szurkolókkal. Azzal kezdeném, hogy ha nem lennének szurkolók nekem, a játékosaimnak és a klubnak, tehát nem lenne munkánk, minden szurkolói vélemény számomra szent és értetetlen, hiszen mi vagyunk a szurkolókért, és nem a szurkolók értünk. De nyilván, aki szeret minket, tudja azt, hogy mi honnan indultunk. Tudja azt, hogy amikor bejöttem a rohanci útra, akkor lássuk be, hogy a haladás volt az ország kedvenc ellenfele. Hiszen a haladást mindenki megverte. Ezek nyilván fájó szavak, de én a tényekről beszélek. Az előttem lévő hat mérkőzésen hatan verték meg a haladást. Aki idejött a rohanci útra, megverte a haladást. Aki ez elment a haladás idegenbe, megverte a haladást. Tudom, hogy fájó ez, meg kemény szavak, de ezek tények. A csapat, amikor ide kerültem, a, kiesés, a kieső helyen volt 6 pont hátrányban. Mindezek után nem maradtunk ugyan, de egy olyan isteni szerencsével, amely isteni szerencse körülbelül 50 évente van egy klubnak, hogy pontosan akkor előztünk meg egy csapatot, amikor lefújták, befejeződött a bajnokság. Szintén tények. Szintén tény ezek után, hogy tavaly nem úgy erősödtünk volna, hanem a legjobb góllövőnk, és egyik legjobb belső védőnk elment az első osztályba. Ezek, tehát, nem, tehát ezek nyilvánvalóan tények. Most ott tartunk mindezek után, hogy a, meccs, a meccsek javarészét vagy megnyerjük, vagy, vereség, vagy megnyerjük, vagy játszunk. És bizony, néha-néha vereséget szenvedünk. Mint ahogy sajnos ez történt ma is és én elfogadok minden szurkoló véleményt. Én tudom azt, hogy ha ma a Ferencvárosra játszottunk volna, vagy a Fehérvárral, vagy a Csákvárról, vagy volt egy legendás meccs talán az Arsenal ellen, a szurkoló mindig azt szeretné, hogy nyerjünk. Hát nyilván azért szurkoló, ez természetes. Aki szeret minket, azt talán tudja, hogy vagy ha nem tudja, akkor elmondom neki, ezeknek a szurkolóknak, hogy az egyik legszerényebb költségvetéssel bír a haladás az egyik legszerényebb körülmények között dolgozunk az MB2-ben. Nyilván ez furcsa, ez haladás név mögött, de ez van. Ez van. És ott tart most ezek után, hogy a csapatom ö, másfél év után, most nem tudom, 8.-9. helyen van stabilan, most igazából nem tudom, nem néztem a többi eredményt, most jöttem be a, a, a játékos, játékosoktól, igazából mindenkinek versenyképesek mindenki, mindenki vagyunk. De hát ezek a szurkolók mit szeretnének? Én elfogadom még egyszer mondom, és tisztelmet tartom. De hát az egyik legszerényebb lehetőségünk vannak. Van, van. És ez, ennek ellenére ott vagyunk, mindenkinek versenyképesek vagyunk, és általában nyerünk, vagy öntetlen, és néha szenvedünk. Aki figyel minket, tudja azt, hogy mi pontosan azért szerepeltünk jól, azért maradtunk bent, és azért szerepeltünk úgy tavaly ő, nyár után, ősz elején, mert ugye olyan jó keretünk volt úgymond a lehetőséghez képest, hogy volt arra a lehetőségem, hogy megállás, tehát egyfolytában mindig én utána ezt a szót, az egyszerűség kedvéért használom csak, mert mindenki mostanában ezt használja, hogy rotáltunk. Mindig az adott legjobb csapatot állítottuk össze, és jöttek az eredmények. Ilyen volt egy nagyon komoly, ellenző rendszerünk. Ebből most nem egy mely kicsit bonyolult lenne. De hát igazából most, aki látja a keretünket, az mit szeretne tőlünk? Én meg, még egyszer mondom, elfogadok minden véleményt. Minden héten öt ifista játszik. Ma is öt ifista szerepelt. Le a kalap előttük. De ezt komolyan gondoljuk a haladás fejúta helyre a vanzsál. Sajnos nem. Ezek én még egyszer megértek mindent. Megértek minden véleményt. De sajnos a legszerényebb lehetőséget bírunk. Az ügyvezető úr mellette élet nap, mint nap megtesz. Mindent, hogy ez változzon. De nem annyira kapkodnak a haladásért. Nem annyira ö, ö, állnak sorba a befektetők. És sajnos olyan helyzetben vagyunk, hogy a túlélésért, ö, a túlélésért ö, 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 játszunk. Aki ezt nem látja, hogy ez a csapat erőn felül teljesít, elfogadom, még egyszer mondom, minden szurkoló véleménye maximálisan ö, akceptálandó. De aki ezt nem látja, hogy ez a csapat bőven erőn felül teljesít, az én véleményem szerint az nem látja a futbalt. Kettő dolgot ígérek. Az, hogy ö, hogy ö, a következő négy meccsen nyerni fogunk, kókler lennék, meg komolytalan lenne, de azt meg tudom ígérni, hogy ö, a játékosok, és aki azt kérdezte tőlem a szurkolók közül, hogy a játékosok hozzáállása nem megfelelő, hát könyörgöm, ha nem megfelelő lenne a játékos hozzáállása, akkor mennénk a helyünkre, ahol voltunk. Ehhez képest vagyunk otthonos vagyunk. Azt tudom ígérni, hogy a játékosaim hozzáállása a további is ilyen lesz. És nyilván fájó veresség vereség, de egyszerűen ez a csapat most erre képes. És a másik dolog, amit talán a legfontosabb, hogy hát alig várjuk, alig várom én, a játékosok, az összes itt dolgozó, hogy bejövessenek a szurkolóink. És ha végre bejönnek, akkor együtt fogunk, a tűkön ülnek a játékosok, akkor együtt fogunk küzdeni a haladás Jelen pillanatban ebben a csapatban ez van, aki máshogy látja, én elfogadom, de sajnos a valóságtól teljesen elugaszkodott. Bocsánat, hosszú voltam, köszönöm, meghallgattak, és várom a szurkolókat, és jövő héten, reméljük, hogy együtt lehetünk. Bocsánat, köszönöm szépen. Köszönöm.